Tengerőket tönkretette, a házak tetejét vastagon belepte. De ezek az izlandiak nagyon kemény figurák, ezek egy-két hét alatt úgy rendbehozták, hogy én egy-két héttel később visszatértem Izlandra, akit áprilisban volt, márciusban kezdődött el a szakítás, nem ugyanott, nem fönn a csúcson. Áprilisban volt ez a nagy, amelyik a légi közlekedést megnyitotta. És aztán, amikor visszamentem, néhány hét után, addigra teljesen kisubikszoltak mindent. Szinte nyoma nem volt, a hidat újraépítették, amit elsodort az olvadék árad, az olvadékvíz áradat. Az utakat rendbehozták, a háztetőket lesöpörték, a legelőket, én nem tudom, porszívóval vagy hogyan kigerebjézték, de a lovak már ott legeltek. Most idén megint visszamentem Izlandra, ugye egy geológus egy ilyen szigetre mindig, most hetedszer voltam idén Izlandon, szeptemberben jó hideg volt. Azt mondták az izlandiak, hogy évtizedek óta nem volt ilyen hideg szeptember, mint idén. És valóban már egyszer nem lehetett látni a nyomát se ennek az egész kitörésnek. Hát még szeretnék egy-két vulkához eljutni, most lesem az internetet, hogy mikor, hol adódna valami lehetőség. Hát ugye morzsákat tudtam így fölmutatni a csavargásaimból, de most megpróbálok mégis valami ívet húzni az egészbe. Hogy mi alatt ugye, mint geológus a vulkánok, meg lecserek iránt érdeklődtem, elsősorban azért nem mentem el úgy a többi jelenség mellett, hogy a konzekvenciákat ne vonjam le. És lassanként ugye, mikor írtam ezt a Kékbolygó Vándora című könyvemet, rájöttem, hogy hát tulajdonképpen engem ugyanúgy érdekelnek az esőerdők, az őserdők, ugyanúgy érdekelnek az ott élő népcsoportok, és filmezés szempontjából is ezek sokszor hálásabb alanyok, mint hogyha csak élettelen természetet fényképezik, vagy filmez az ember. És hát szomorú szemtanúja lettem például az esőerdők kiirtásának. Nem csak példákat mondok. Háromszor jártam Borneo szigetén, amelyek eredetileg teljes egészében, ugye őserdővel volt borítva. Két ország osztozik rajta, az észak-nyugati rész az Malajziához tartozik, a nagyobb része Indonéziához. Ha az ember mondjuk megy a malajziai Borneóba, mondjuk Sarawakba vagy Sabahba, egy indonéz városból arrafele, ez akkor az első látogatásom idején, 1992-ben, gyakorlatilag a repülőgépről csak a sötét zöld összefüggő, úgynevezett zöld poklot lehetett látni, összefüggő esőerdőt. Néhány folyóvölgyben volt egy keskeny kis csík, ahol néhány házacska állt. Visszatértem Borneóra 1996-ban, akkor már kb. 30%-a ebben a két tartományban levő erdőnek ki volt írtva, csak a nemzeti parkká nyilvánított területek voltak meg kimélve igazán. És most tavaly előtt utoljára, februárban voltam Borneón, azt hittem sírva fakadok, mert a repülőgéppel gyakorlatilag már nem lehetett látni alul összefüggő zöld erdőt, hanem mindenütt csak olajpálma ültetvényeket, esetenként valami más ültetvényt, és az eredeti őserdő a maga hihetlen biodiverzitásával teljesen eltűnt, pedig ezek olyan trópusi esőerdők, amelyekből rendkívül ősi fa genuszok, mondjuk típusok maradtak meg, podokarpuszfélék, tehát mondjuk olyan társaságba tartozó fák, amelyeknek az elődjei között még a dinoszauruszok legelésztek. És ez még a maradékot is söprik el, és emiatt ugye összeszűkül az élettere azoknak az emlősöknek és egyéb élőlényeknek, amelyek valamikor zavartalanul éltek ott. Hát ennek jó példái az orángután menedékhelyek. Voltam egy ilyenben például Szepilokon, ott Borneón. Ugye a családok a pici kis orángutánokat elviszik haza játszótársnak a gyerekekhez. De aztán, ahogy nőnek föl, olyanok lesznek, mint az elefántok a porcelánboltban,
és kisebb-nagyobb károkat csinálnak, ugye levelik az edényeket, porcelánt, nem tudom, ilyesmi. Az asztaltörítőt lehúzzák, aztán ilyenkor kizavarják őket az őserdőbe, de ezek a kis állatok, ezek nem tanulták meg a mamájuktól az őserdőbe, hogy hogy kell ott megélni, és hát többnyire elpusztulnak. És ezért összegyűjtik a rangerek, végigjárják a farmereket, és ahol ilyen kis orángutánokat találnak, azokat begyűjtik, először karanténba viszik, és aztán ami komikus, hogy tulajdonképpen az emberek tanítják meg őket mászni, nagy köteleket függesztenek ilyen nagy fák közé, és amellett építenek egy-egy nagy fa köré, ilyen fakorongot, ahol etetik őket, banán meg tejet kapnak meghatározott időszakokban minden nap. És aztán ezek, ahogy kicsit fölbátorodnak, minden nap egy kicsit messzebb mennek onnan, néhány hónap múlva esetleg már csak néha visszanéznek, és aztán végleg eltűnnek, ugye, az őserdőben. De még egy pár év alatt is, hogy ott jártam Szepilókban, mert kétszer voltam ott, hihetetlen, hogy mennyire fogyatkozik ott az orángutánoknak is a száma. És egy másik ilyen majomfaj is szomorú példa erre, ezek a nagy orrú majmok. Mikor először filmeztem őket 1996-ban, akkor a mangrove sávban, ugye még körbeveszi ezt a szigetet, csak csónakokon tudtunk menni, ilyen kisebb-nagyobb ágakon. A csónak persze ringatozott, magas fák vannak itt a mangrove vegetációban, és hát ezek hatalmasokat ugranak, a nagy fákról átívelnek ilyen 10 métereket is a levegőben. Elég agresszív állatok egyébként a nagyorúak. Különleges emésztőszervük van, olyan növényeket is simán megzabálnak, amelyektől mi, hogyha még földobnánk a talpunkat. Speciális emésztőrendszer, amik ezeket a mérgező növényeket is emészthetővé teszi számukra. Na most, mikor tavaly előtt ott voltam, már csak egy rezervátum volt a számukra, a nagyorúaknak külön csináltak egy menedékhelyet, mert a mangrovét annyira kiirtották elsősorban a shrimpeknek, hogy is mondják magyarul a shrimpet, milyen rákocska, nem tudja valaki? Nem. Na mindegy, az a kis finom, fehér garnélarák, ez az, köszönöm. Szóval a garnélarákok miatt, mert azok nagyon jó tenyészthetők a mangrove vegetációban, a félig sós, ugye, brakvízben, hogy már szinte nem maradt eredeti élethelyük ezeknek a nagyorú majmoknak. Na, ilyen példáknak a seregével találkoztam, és hát természetesen ugyanezt a negatív változást tapasztaltam az utazásaim során, és ezt írtam meg ebben a Kékbolygó Vándora című könyvemben az emberek körében. Voltam például ugye Pápua, tehát Új-Guineában, hegyi pápuák között, ugye. A Új-Guinea szigetének a nagy része az egy autonóm Pápua állam, vagy ország, de az északnyugati rész az Indonéziához tartozik, mint egykori holland gyarmat. Ott még mai napig sincsenek utak a tengerpartról föl a ennek az Irianjaya-nak nevezett tartománynak a közepébe, ahol van egy 1500 méter tengerszint feletti magasságban levő folyóvölgy, ahova hát most még mindig csak repülőgéppel lehet eljutni. És én úgy gondolom, hogy az a film, amit akkor ott csináltam ezelőtt, ugye nagyjából 15 évvel, ez ma már nem lenne megismételhető. Mert lehet, hogy idegenforgalmi célokból szervezett turistáknak, ugye felhúzzák a lányok a fűszoknyát, meg ezt a lopótök.